A bátaszékiek mulatós népnek számítanak. Egymást érik a táncos összejövetelek ilyenkor farsang idején, de hát ez így is már ennyien. Nemrég rendezték meg a sportbált, amit követett a székely unokák bárja, és most a református közösség tagjai ünnepeltek. A szervezők fontosnak tartották hangsúlyozni, az eseményre nem csak a reformátusokat várták. A közösség szellemi erősítése, valamint a házasság hete miatt is felvetődött az ötlet a felekezet tagjaiban ennek az estének megszervezésére. Minden közösségi rendezvény ugye egy pozitív élmény az embereknek, hogy együtt lehetnek vidámságban, örömben. Ennek a rendezvénynek az ötletét tulajdonképpen az adta, hogy szerettünk volna a házasság hetéhez kapcsolódóan mi is egy szép estet együtt tölteni, a házaspárokat egy picit újra összekovácsolni, vagy egy picit másként, más hangulatba összehozni őket. Ezért gondoltunk arra, hogy egy táncos estet fogunk szervezni házaspároknak először. És mivel korábban már az a gondolat is megfogalmazódott a közösségünkben, hogy egy református bált szervezzünk, és elég kevés az a hétvége, amikor ez is vagy az is létrejöhetne, ezért igazából úgy alakult, hogy a kettőt ötvöztük. Hogy a táncos est az tulajdonképpen egy bállal, egy rendezvénnyel, egy mulatsággal folytatódik. És így most már nem csak házaspároknak szól, hanem mindenki hozhatta a családba, úgyhogy mi is hoztuk a gyerekeinket is, meg mindenki a gyerekeket is. Az is jó szerintem, hogy láthatják az emberek, hogy a vallásosság, a hívő élet az nem egy zárkózott, csak imádsággal teli élet, hanem arról is szól, hogy Isten arra teremtette ezt a világot, benne minket és az életet is, hogy jól érezzük magunkat benne. Legyen benne zene, legyen benne tánc, és ugye mindez nem egymagában az embernek, hanem közösségként, párban is, és nagyobb közösségben. Az eseménynek egy mottója is volt, melyet Fekete Zoltán lelkész fogalmazott meg. Ez hülyen képviseli a közösséget, önmagát. Az volt a mottója ennek a református bálnak, táncos mulatságnak, vidámságnak. Nem hagyta magát bizonyság nélkül, bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömet. Ugye ezt Istenről mondja Pál apostol, ami megjelenti azt, hogy Isten egy gondviselő teremtő, aki sok mindent belerejtett az életünkbe, aminek tudunk örülni, és élvezzük azt, hogy ez benne van. És ilyen a fehér abrosz melletti közösség, ilyen a tánc, amikor együtt tudunk örülni, és ugye abban is látunk párhuzamokat, hogy páros táncok és közösségi táncok is vannak, ahogy az életünk fölépül. Ahogy a házasságra ez rámutat, ahogy egy közösség együtt örömére rámutat. Hogy innen indulunk ki, és ez az igevers arra is rámutat, hogy bár nem hagyta Isten bizonyság nélkül magát, és adta ezeket, gondoljunk már arra is, akitől jön ez. Hogy lépjünk tovább, és egy kicsit mutat mindaz, hogy így ezekben együtt tudunk lenni és örülni, az mutat Istenre, hogy ismerjük őt még jobban meg. És ugye az evangélium az, amiben még teljesebben meg lehet őt ismerni. Fekete Zoltán szerint korábban is egységes volt a református közösség, azonban az ilyen táncos-zenés estek még inkább össze tudják kovácsolni a tagokat, akik a bál szervezéséből, lebonyolításából is tevékenyen kivették részüket. Egy ilyen rendezvény nagyon nehéz egyedül megszervezni. Adja magát, hogy ha van egy jó ötlet, akkor többen kell, hogy részt vegyünk. És a közösség ezt már ugye régóta gyakorolja, hogy amióta táborokat szervezünk, közösségi alkalmakat, hétközi, vagy egy szülőkiskolája előadássorozatot, vagy mondjuk egy ilyen bálat, mint most. De nagyon sok élményt ad az, hogy együtt csinálunk valamit, együtt szervezünk, és ez formál minket, mert különbözőek vagyunk, és az a különbözőség mellett az egység, ez egy nagyon alapvető része a kereszténységnek, hogy megőrizni az egységet, miközben különbözően teszünk hozzá. Ugye ez alapvetően egy bibliai közösségmodell. Az este résztvevőinek különös programot kínált a rendezőség. Néptáncokat, társas táncokat tanulhattak az oktatótól, Molnár Tamástól. A táncmester főleg közösségi táncokat hozott, hogy a hangulatot oldja. Közösségi táncok azért nagyon jók, mert
nemtől függetlenül, akár körvonalazatban, akár vonalazatban egy adott zenére nagyon gazdag formációt lehet megtanulni. Nem riasztja a táncosokat se az, hogy van-e párja, nincs-e párja, de a közösségi szellemet viszont borzasztóan erősíti. Úgyhogy sokféle közösségi táncot hoztam, ilyen például a zsidó körtáncok, country line dance, vagy egyszerűen jazz sor, lépéssor, amit szintén minden irányba tudunk gyakorolni, de a reneszánsz lépéseket is megnézegetjük egy kicsit a lábunkba belesajtóva, különleges kuriózum ez szerintem. Sokan jönnek hozzám úgy, hogy botlábok van, úgyhogy ez a mondaton én mindig át szoktam lépni, mert hiszem azt, hogy ez tanulható, bármikor tanulható, úgyhogy ezt ki is lehet most próbálni. A tánc az olyan műfaj szerintem, ami az embereknek egy olyan kapcsolódási felület egymással, ami hát kötetlen. A mozgás nyelvén társalódnak igazából. Ez egy óriás nagy öröm lehet, akár párosan is, akár közösségben is megérhető ez a forma, mint táncnyelv. Úgyhogy a vidámságot, örömet a táncon lehet legjobban kifejezni egy jó zenére. Már ne.